Azt hitte Andi, hogy nem ismerem meg a fűrtojást. Látod? Jó, hát a heti tapasztalatomból ítélve simán előfordulhatott volna. De nem ettem még, majd ja. Most. A Schemberger-es ulonnak, akit köszönjük szeretettel, köszönhetően, ma meg fogom kóstolni, és hát a padlizsánt, és megismerem azt is, látod. Sok a cukkinit is, gyerekek. Hele vagyok nyugodva. Van, nem ettem, ne úgy ettem, nem viccelek. Na, de a főszerepben, ahogy mondtuk, fókuszban ma nálunk a karaj lesz. Így van, más tevén a sertésborda, amit én már gyönyörűen lehártyáztam. Nagyon, azt néztem, hogy milyen szép. Így egy teljesen sovány húst kaptunk. Az étel jellegében adódóan gyümölcsel fogunk főzni, nincs szükség arra, hogy inas vagy zsíros hús legyen. Ugye a gyümölcsöt fogunk hússal párosítani, ami egy édeskés ízvilág, és hozzá köretünk lesz egy cukkini, padlizsán, szicíliai paprika, répa, parmezen, egy ilyen sós jellegű sütőbe fogunk elkészíteni. És nem lesz száraz a hús, mert azért az tud száraz lenni. Hát a túl van sütve, igen. Aha. Itt annyit fogunk csinálni, ami nagyon fontos, hogy kérget fogok rá képezni. Ugye a serpenyőbe fogom elsütni hirtelen mind a két oldalát, utána kiveszem a húsokat, pihentetem, és abban a serpenyőbe megcsinom hozzá a mártást. Na most az egy-két szóban, ha már egy gyönyörű hússal ajándékozom meg minket, hogy mire kell figyelni vásárlás közben? Ugye, hogy honnan tudjuk, hogy tényleg friss, hogy tényleg nagyon frankó az a hús, mire figyelj? Hát ami fontos, legyen egy megfelelő hentesünk. Én is egy henteshez járok évek óta, akiben megbízok, mert ez egy bizalmi dolog szerintem a hús. Ami pedig tapintásra, ízre látványra lehet látni a húsokat, hogyha ne legyen szaga a húsnak. Hát az mondjuk alapvető. Fontos, ne legyen nyálkás a hús. Jó, de egyébként meg lehet tisztítani mindenfélétől, ahogy látom. A zöldségekkel el is kezdem, hogyha tudnál nekem segíteni, Mani, azt mondták, nagyon profi vagy a konyhába. De miért nem az Andi? Egy vágódeszkát. Mert Zandi azt mondta, hogy te nagyon profi vagy a úgyhogy... konyhába. Megnézem, hogy te hogy csinálod. Hát azt a végét levágjuk, és kb. Egy olyan 1 centis karikákra kéne fölvágni. Nézd, miért neked az 1 centi? Közben az nem tudok figyelni, Andikám, most te jössz, mert én most jó, nem tudok. Nem, de én meg rettegve nézem, mert alálóg az ujjad. Szörnyű. Nézd, mert gyorsan csinálja. Arra vigyázz nagyon. Hát gyorsan csinálj, meg vastagabbakat csinálni, és akkor így hamarabb kész van vele. Közben egy egyszerű konyha trükköt mutatok, ugye a sütőpapírról dolgozunk, ami megkönnyíti a munkánkat, mert nem kell mosogatni majd. Viszont a házi asszonyok vagy kicsit, vagy nagyot tépnek mindig. Aha. De legegyszerűbb, hogyha így letesszük. Igen. Megvan a tepsink. Így rátesszük. Azt hittem, előveszel egy ceruzát és körbe rajzolod. Az a legegyszerűbb, de ha így körbe vágom az egészet, akkor pontosan jó, már látod. Méretre lesz meg a... Csodás. Az jó, mondjuk most nem ide itt megkérdezem, ha itt vagy a sütőpapírral foglalkozol, hogy a sütőpapírra teszem mondjuk egy lazac szeletet, és a rásra teszem csak az úgy jó. Nem teszem a tepsibe, hanem a rásra. A lazacnál jó egyébként, igen. Arra nem is kell sok olajat tenni igazából. Jó, csak az árajban keresztül ne zavarjuk össze nézőinket, most a karajra készülnek. Én már próbáltál az ötöt rácsolteni sütőpapírra? Amit azt tudom csinálni magamnak, igen. Tényleg? És így se nem kicsit, se nem nagy. Aztán pont tízszer olyan gyorsan vágtad fel a cukrét, mint én, de nem baj. Csinálsz neki egy ilyen zöldségágy? Ja, ez most csak külön így a cukrinket fölhalmozzuk. Ennyit tudtam neked segíteni mai napon. Ide akkor segítünk bepakolni. Okay. Közben Andi is csinálja valamit, akkor megkérjük, csinál, hogy... Csinál, pakol, és hozzam? Jó, várjál, ezt ebben akkor most közben. Jó, közben azért próbáljuk elmondani nézőknek, hogy mire figyeljenek még oda, előkészületben meg egyáltalán. Itt aztán... a lényeg, hogy az zöldségeket nem fogjuk nagyon szakmaira mondani, nagyon hőkezelni, megmarad a vitamintartalmuk teljesen. Meg akkor már ropogós is marad. Így kicsit. Van, ropogós marad, megmarad a vitamintartalmuk. Meg a textúra. Így van, nagyon tudjátok ezeket. Tehát a padlizsánt is felszeleteled szintén, akkor van még ugye répánk, ha jól látom. Répa paprikánk. És a, ez egy szicíliai paprika. Borsot szeretnél? Bors is mehet rá, igen, köszönöm. És akkor mindent berakunk szépen felszeletelve, darabolva a tepsibe. Igen, igen, a tepsibe, majd még szépen el fogom rendezgetni őket, és egy olyan negyed órát lesz benne körülbelül a sütőben. Annyi elég neki. Parmezánt fogunk rátenni, ezt hoztam kétféle parmezánt, van ami kis szeletekre van, és van ami reszel van, ezt megcsináltam már előre. Tehát a zöldségek külön a sütőbe. Így van, csak só és bors és parmezán lesz rajta. És addig, mindaddig, amíg ez készül, addig a húst fogod majd szépen. Így van, azt pedig ugye frissen facsart narancslevet hoztam hozzá, méz lesz még benne, vajjal lesz dúsítva, egy picit a mártás hozzá, és ez lesz az egészre rá rakva, az egész megkoronázza az egészet így. Hát ez csodálatos lesz. Akkor ez 15 perc alatt kész van, aztán megy a padlizsán. A hús is körülbelül nagyon gyorsan meg ugyanígy, meg lesz pirítva, répa megy ugye rá még, ezt nagyon szépen meg lesz csinálva. És erre így a parmezán, csak így a tetejére mindegyikre. Jó, minden rétegre külön parmezán, és akkor erre így jön még van. A padlizsán, padlizsán tetejére. Tehát ez rétegezbe rakod be. Mint egy rakott lenne körülbelül. A rakott krumpli, nem? Úgy. És ez egy ragasztóanyagként is funkcionál benne ez a parmezán sajt. Aha.
Várj, ezt kihúzom, hogy nem bocsánat. Csodálatos. Papírjaidat? Visszatérünk hozzád, Roland, nem sokára jó. Addig, hát sajnos egyedül kell készülned, mert én szívesen segítenék. Nagyon jó segítség voltatok. Nagy segítségtől estél el pedig. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.